Ó, menő videó! Hát igen, szép, megint magadhoz beszélsz. Esetleg térjek rá a live-ra? Ott vannak a követőim. Ó, elküldöm a legjobb barátnőimnek. De melyik legjobb barátnő? Hogy nincs legjobb barátnőm? Akármelyik jó lánynak lennie kell egy barátnőnek is. Muszáj beszélnem valakivel a falusi fiúról. Hívtál szerelmem? Nem. Bocsi, füccsöncs és én jövök. Arany Stacy, sötét, okos, Anna... Van sok opcióm. Oké, kezdjük el a legjobb barátnő castingot. Arany, mit ígértél nekik? iPhone-t! Menő új csukát. Neked is, nekem egy házat a faluban. Nem értem, kapunk érte valamit. Van egy javaslatom számodra, Arany. Szeretnéd, hogy barátok legyünk? Skacok, van egy challenge-ünk. Lájkoljátok, jelöljétek be a haverotokat vagy barátnőtöket, és küldjétek el nekik a videót is. Ne felejtsetek el feliratkozni. Oké, gyerünk, gyerünk! Mennyit szeretnél érte? Mi? Ó, nem, ingyenes. Hát már barátnők vagyunk, tudod? Legyünk barátnők. Szeretném ezt, barátnőm. Soha senki sem kínálta fel a barátságát ingyenesen. Hol vagy, barátnőm? Á, túl sok kellett, hogy kiválasszam. Mit húzzak fel? Mondd, hogy nézek ki? Azt a csajszí! Ez nem jó, a te olcsó stílusod jobb, mint az én dizájn stílusom. Most öltöz fel! Ezt hogy érted? Na, így fogunk menni, észre sem fog venni senki. Na, nézzük. Ó, szép! Milyen szépen öltöztél fel, mint egy sztár. Igen, tényleg gyönyörű. Szép, hol van az új barátnőd, Arany? Pénzt ígért a díszéretekért. Menjünk egy csésze teára. De te továbbra is bomba vagy! És továbbra sem kap semmit. Szóval szép, ha szeretnél a barátnőm lenni, ez a tiéd. Húzd fel ezt! Találkozunk kint, és csórónak foglak hívni. Ó, szép! Hallottam valamit a kedvenc énekesedről. Igen, megint leégette magát az Instán. Az a becsületed alatt van, hogy azt néz, hogy valaki beégette magát. Hát, mit csináljunk? Javaslom, hogy dobáljunk pénzt az útra, és nézzük a koldusokat, hogy versenyeznek. Wow! Én is! Igen, szép! Üdvözöllek a klubban! Szép, elkészítetted a könyvek listáját az új barátnődnek? Szép, várj! Tényleg, elkészítettem egy kis listát számodra. Ez mi a franc? Szép, nem fog tudni barátkozni, ha így beszélsz. A kultúrát lányok nem beszélnek így. Ezt azok a könyvek, amiket javaslok, hogy olvasd el. Ez meg fogja gazdagítani a szókincsed. Szép, egész nap azt a gyavajás telót nyomod majd? Csak egy percig nem figyeltem oda, és a fiúk küldtek egy videót, hogy a kódosok küzdenek. Szép, neked tanulnod kell. Uff, ez hasznosabb. És ne maradj le! Jó. Uff.
És mi van, ha nincs barátnőd? Itt vagyok neked én. Szeretnél menni pisi partira? Szép, vesd ki a körmödet falusi fiúnak. És mutasd meg, hogy milyen menő legjobb havernak lenni. Úgy van, nem is tudod, hogy mit keresel, ember. Az én Annám is szintén összekevert a legjobb barátnőivel egyszer. Így van, Anna! Ó, ez olyan finom, te a két. Úgy döntöttünk, hogy barinők vagyunk. Most festhetjük egymás körmeit, és csinálhatunk frizurákat. Szép, igen. Ó, új barátnők, nem is hívtatok minket. Aranyoskám, sajnálom, vegyél egy kekszet. Miért kedvezel neki? Ő soha semmit nem oszt meg. Hát, továbbra is édes. Falusi fiú, megint elfelejted befújni magad. Te elnekre bűzölsz. Sajnálom, nem mérges ő, csak így fejezi ki a szeretetet. Ugyan, ez vicces volt. Olyan szép ajkak, de olyan rossz poénok. Olyan szépen barátkoztok. Rózsaszín egyszarvúak, meg szivárvány, úgy irigyellek titeket. Én nem vagyok a te babád, Anna. Ha szeretnél a barátnőm lenni, akkor meg kell jegyezned, hogy utálom a világot. Sötét, ez egyáltalán nem meglepetés. Már régóta ismerlek. Hát gúnyoljuk ki a barátnőinket az osztályból. Minden, amit csinálnod kell, az az, hogy etesd meg vele ezt a port. Tudod, ő nagyon bízik benned. Hé, ne! Nem így beszéltük meg! Na, kezdődik. Így is gondoltam. Ez az én testvérem, ez az én fiúm, ez az én szeretett nagymamám. Fúj! Mi volt? Így van. Remek választás, szép. Tudod, ha már barátok vagyunk, bíznod kell bennem. Idd be ezt a bájítalt, barinőm. Értem. Mi ez? Mire van ez? Nem szeretném. Ez a lélekűző. Idd meg ezt, és a lelked el fog repülni, és ahelyett jönni fog a rossz szellem. De nem fog sokáig tartani. Már régóta akartam beszélni azzal a szellemmel, de nem volt megfelelő test. Gyengusz. Ugyan, nem kell barátkoznod senkivel. Férjhez fogsz menni, lesznek gyerekeid, lesz kerted, szóval barátokra legyen a legkisebb gondod. Értem, értem, elmegyek. Ó, Stacy unokám. Én két vagyok. Ó, nem fontos. Miért vagy zaklatott? Kibántottál? Nem az a buta fiú? Hát, elkapom. Azt a rosszat. Nem az a szomorú, hogy nincs barátnő, magányos vagyok. Ez a baj, barátnő nélkül. Mi a fenének neked barátnő? Hát mondjuk, hogy megosztjuk a titkainkat, beszélgessünk a dolgokról. Hát, és akkor vigyázz, és akkor a barátnőt férjhez fog menni a jegyesedhez. És akkor majd ülsz és sírsz, már átmentünk ezen. Van egy barátnőm, aki ellopta a fiúmat. Jó képűt, szépet. Úgy szétvertem. Még mindig emlékszem. Zokinak hívták. Bolhás szatyor. Szóval aggodalom nélkül, barát nélkül, gond nélkül. De van nagyid. A nagyid szeret, és nem fogsz unatkozni a nagyiddal. Nagyi, köszönöm a támogatást. Mi? Hé, hey, te ki vagy? El akarnak rabolni engem! Ne, Nagyi, én vagyok! Megint elfelejtetted bevenni a gyógyszereit! Szeretsz, emlékszel, én vagyok az! Persze, hogy emlékszem! Mindjárt megmutatom, hogy mennyire szeretlek, Zoe, bolhás szatyor! Ááá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 
Gyerünk, gyerünk, az a dolgotok, hogy egymásnak töröljétek az orrát. Mi nincs rendben bele? A fene tudja, nektek minden másnap női krízisetek van. Csak hogy tudod, ők mentálisan sokkal jobban összeszedettek. Inkább szedjétek össze magatokat a közösség jólétért, mert minden el fog süllyedni a könnyekben. Szép két. Gyerünk, menjünk innen, majd ők elintézik ezt. Hogy vagy? Fáj az élet? Igen, te pedig remek támasz vagy, Arany Stacy. Csajok, mi nincs rendben velem? Miért nincs barátnő? Tényleg szép két, és mi mik vagyunk neked? Tudod, ez egy kicsit sértő. Igen, évek óta barátkozunk, most pedig kijelent, hogy nincs barátnője. Vigyázz, Csajci, különben muszáj lesz elvarázsolnom téged. Csajok, szóval mindannyian barátnők vagyunk. Persze. Te vagy a mi legjobb barátnők. Srácok, írjátok meg kommentben, hogy ki a ti legjobb barátotok. Lájkoljatok és iratkozzatok fel, hogy mi is tudjunk barátkozni. Arany Stacy, biadigítte őket. És... Mit tehetünk? Csajok, mit gondoltok? Hogy vagytok ma? Hát, mit is? Úristen.